Az alapszakaszt nagy fölénnyel nyerte az ASE, a középszakaszt is jól kezdte a csapat, mégis az Alba ellen volt egy kis megtorpanás. Hogyan értékeled a középszakaszban lejátszott eddigi három mérkőzést? Úgy gondolom, hogy a két idegenbeli győzelem az mindenképp nagy fegyvertény. Azt ezt nem sikerült megfejelni a hazaival, de szerintem nincsen semmi probléma, hiszen így is elég jó helyzetben vagyunk. A hazai meccseket mindenképp szeretnénk hozni, és idegenbe pedig még győzelmeket szerezni, begyűjteni, úgyhogy az első helyre is még van sanszunk, úgyhogy természetesen az a célunk, hogy minél jobb helyről kezdjük a rájátszást. Az Alba-Fehérvár elleni mérkőzés utolsó negyedébe, illetve át a hosszabbításba. Miért állt meg ennyire a csapat? Mi volt ott a probléma érzése? Szerinte egy pár napot azért már aludtunk erre a mérkőzésre, utólag elemezve a mérkőzést, hogy látod, hogy miért álltunk meg annyira? Hát igazából az egész meccsen nem mentünk annyira, mint amennyire kellett volna. Végére pedig, nem tudom, fáradtság is előjött, nem dobtuk be főleg a hármasokat, de igazság szerint nem is csak azokat kellett volna erőltetni. Sajnos hiányzott plusz a játékosokból, amivel meg tudtuk volna nyerni a meccset. De ebből tanulva szerintem a következő meccseken, a végjátékokban már okosabban fogunk játszani, ami minden bizony a győzelemre is fog vezetni. Ugye a Kaposvár elleni mérkőzés következik, szerdán 18 órakor itt az Ataberőn sportcsarnokban. Itt a Kaposvárt jól ismeritek, hiszen az alapszakaszban is játszottatok oda-vissza, a középszakaszban is játszottatok már velük idegenbe, sőt volt már egy edzőmérkőzés is velük. Mire készültök-e rájuk kettőzött figyelemmel? Természetesen, hiszen nem lesz egy könnyű meccsünk se hazai pályán se. Legjobban szerintem a külső dobásaikra kell felkészülnünk, hiszen az előző fordulóban is tripla zuhatagot ontottak az Albára, amiben meg is verték őket, úgyhogy nem szabad ezt nekik engedni, és ha keményen védekezünk ellenük, és nem engedünk nekik üres helyzeteket, akkor szerintem abból tudunk majd előnyt kovácsolni. Ha jól tudom, akkor az Alba-Fehérvár elleni mérkőzés előtt egy kis sérülést szedtél össze. Mi van ezzel a sérüléssel, de egészséges vagy-e már? Még 100%-osan nem. Hát sajnos a meccs előtti utolsó edzésen szerencsétlenül nyúltam a labdába, úgyhogy megzúzódott az ujjam. Hátrázott is a meccsen is. Azóta javuló tendenciát mutat már, de szerdára már remélhetőleg jó lesz annyira, hogy ne zavarjon a játékban. Ugye most a Fehérvár elleni vereséggel nagyon sokan meginoktak, hogy valóban döntőt játszott-e az ASE. Szerinted odaérhet a rájátszás végén az atomerőmű ASE a döntőbe? Van olyan érett ez a mostani társaság, hogy egy döntőt játszott? Mindenképpen van olyan érett szerintem. Már azért a csapat magja együtt van jó pár éve, úgyhogy bennünk van a döntő. Inkább most inogjunk meg, mint mondjuk a rájátszásban egy sorsdöntő meccsen, azt mondom, de még nem is gondolom azt, hogy megingásról kellene itt beszélni, szerintem egy rossz meccset játszottunk, van még idő kijavítani most, úgyhogy ha ezt megvalósítjuk, akkor mindenképpen esélyesek érzem magunkat a döntőre. A pár héttel ezelőtt szerződést hosszabbítottál az atomerőmű esélynél, miért hosszabbítottál? Szeretek Pakson játszani, ugye nem hiszem, hogy titok, és mindenképpen ugye minden évben úgy indulunk neki a bajnokságnak, hogy éremesélyekkel minimum, úgyhogy természetesen mindenki azért játszon, hogy minél előrébb végezzen, és itt ugye minden évben ez a cél, és jó kis brigád alakult itt ki az évek során, ugye most jövőre meg is marad ez, úgyhogy bizakodással várok várom a következő két szezont. Örülök, hogy ebben a szezonban az atomerőmű esélyben játszhatok. A pályán is azon kívül is nagyon jó közösséget alkot a társaság. A város kicsi, de ez nem probléma, mert így nem tudok bajba keveredni. A szurkolók is folyamatosan biztatnak minket, ami további pozitívum. Eddig jól állunk a bajnokságban, csapatként együtt vagyunk, ami az egyik legfontosabb dolog, erre próbálunk fókuszálni. A mérkőzéseken jó védekezésből szeretnénk építkezni, mivel a meccseket hosszú távon így lehet megnyerni.
Justin Robinson érkezése előtt köztudott volt, hogy lesz még egy légiós a csapatnál, ezért ez a döntés nem ért váratlanul. Zunich edző felkészített minket erre a lépésre. Személy szerint örülök, hogy Justin velünk van és segíti a csapatot, hiszen így több variációs lehetőségünk van. Az Alba Fehérvár ellen kimaradtam a keretből, ez nem érintett rosszul. A meccset megnyerhettük volna nélkülem is. A vezetőedző úgy gondolta, a másik három légiós lehet a megfelelő felállás az összecsapásra. Minden felsőházi csapat egyformán esélyes a bajnoki címre. A találkozók többsége azon is múlik, hogy a játékosok milyen napot fognak ki. Sokszor nüanszok döntenek, de remélem, a bajnokság végén mi őrülhetünk.